Üljünk le, és beszélgessünk. Amikor felmegy a függöny, egy orosz vidéki ház nappalia tárul elénk. Trepljov a fiatal író, és Nina Zarecznaja a színésznő beszélgetnek. Csehov jól ismert művét is láthatnánk, ám a mű szerzője Boris Akunin, az orosz kortárs irodalom fenegyereke. Több regénye is megjelent már Magyarországon, ám drámái kevésbé ismertek. A Sirály című fekete komédiában adott egy holttest, számos gyanús körülmény és néhány gyanúsított. 9 jelenetben 9-en vallanak lehetséges tettük mozgatórugóiról, a bennük évek alatt felgyülemlett kiábrándultságról. A darab rendezője szerint a szerző a Csehov parafrázist egy színházi csemegének szánta. Csehov Sirálynak negyedik felvonásából indít Akunin, megtartja az alapszituációt, és ezt fejleszti tovább. Ami igazából az érdekesség ennek az anyagnak az az, hogy mindazt, amit Csehov eltakar, amit a hőseiről nem mond ki, tehát ami ott marad a fű alatt, azt Akunin, mint felerősíti, kimondja, arcátlanul felfedi őket, ebből is származik különben az egész történetnek a pikantériája. Ez kurirgalmas. Talán magához vesz engem is, hogy neked, Irocska, ne kelljen kétszer fáradnod. Egyszerre te vetszel mind a kettőnket. Az előadás egyik különös figuráját, az idős beteg Szorint, Horváth László Attila alakítja. Ő a kegyelmes úr, az övé ez a birtok, ahol együtt él az unokaöccsével, és ide érkezik meg a színésznő Arkadyina és a vendégsereg. És itt történnek a dolgok. Egy beteg, idős ember, annak idején a Bálány Fritz játszott a verebes rendezésben. Arkadyinát Pregicel Fruzsina, Don doktor szerepét pedig Gáspár Tibor játsza. A fekete komédia bemutatóját szombaton tartják a Krúdi Kamara színpadon. A golyó egyenesen a tülébe repült, az anya pedig a falra locsolt.